az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Ma délelőtt várja önöket az ötösben Gál Völgyi János. Jó reggelt kívánok, és köszöntöm vendégem, egy Jabronka József jelszédélyes színművészt. Jó reggelt. Gyabi, nagyon régóta vágytam én arra, hogy beszélgessünk. Nagyon régóta is ismerlek én téged, és amikor utánad néztem, már ne érts félre, szerintem nyomoztam utánad, hanem itt kaptam ilyen háttéranyagot. Én nem tudtam például a Pince Színházat, nem tudtam Keleti Pista bácsit, hogy ez egy közös múltat jelent veled. Igen. Tehát ez onnan kezdődött az indulás, amiről én elkezdtem érdeklődni nagyon irántad. Az utóbbi időben én csupa jót hallok rólad, amiben láttalak, nem sokban láttalak én személy szerint. Mindenki azt mondja, hogy így a Gyabi, úgy a Gyabi, és akkor, amikor te fiatal művész voltál, most is az vagy, de akkor egyszer csak úgy eltűntél, és engem az érdekelne, hogy az eltűnésed meg a visszajövetet, hogy hogy sikerült, mert amikor te eltűntél, azt majd elmondjuk, hogy te elmentél Montrealba családi kapcsolataid révén, két évig születettetted itt a színészetet. Én azt mondtam, hogy a csodába engedheti meg magának ez a pali azt, hogy sikeres, népszerű, itt hagy mindent, ez már nem fog visszatérni soha. Hát pont tegnap gondolkodtam ezen, hogy én időnként eltűnök, és rájöttem, hogy ennek... Szóval ezt például a Töröcsik Marinak is köszönhetem. Ő egyszer eltűnt velembe, két évvel. Igen, ottől, igen. Ez talán a 90-es évek eleje volt, vagy ilyesmi, és ez egyrészt egy példaként előttem maradt, hogy sokkal érdekesebb volt, feltöltődött, szóval valami történhetett vele attól, hogy szünetet tartott, hogy civil életet élt, és egy olyan hihetetlen töltéssel, energiával tért vissza a pályára, hogy szerintem ott sok minden történhetett vele. Tehát ebben hiszek, hogy nem kell ezt egyfolytában csinálni, mert valamitől kiürül, valami kiürül az emberben, maradjunk ebben. Tehát a folytonos, állandó munkától valamire nem tudunk odafigyelni, nem tudunk elmélyülni, stb. Hát most mondhatnék mindenféle butaságot. Ez az egyik oka. A másik az, hogy ugye ez egy olyan pálya, hogy ha engem foglalkoztatnak, akkor megyek. És volt olyan időszak, amikor nem foglalkoztattak, amikor néha irigykedtem a kollégákra. De folyton arra gondoltam, hogy és miért nem találsz ki magadnak valami mást ehelyett? Annyi mindent lehet csinálni. És akkor persze ki kellett találni. Nem mondom, hogy könnyű időszak volt, de ki kellett találni például a 90-es évek második felében. Időnként nem volt munkám. Jót tett az is. Megismertem, milyen munkanélkülinek lenni. Maga az érzés. Borzalmas. Látod, hogy ez kívülről nézve a te pályád, a karriered, ez nem összemosodnak. Nem látszódik, igen, mert olyan rövid időszakok, ezek hónapok, amikről beszélek. De jót tett. Lehet, hogy türelmetlen is voltál, Gyabi. Nem hiszem. Azt tudom, hogy egy idő után úgy döntöttem, hogy akkor most eljárok hangképzésre. Vagy otthon elmentem abba a szobába, ahol lehetett ordítani, és nem a fájdalmamat ordítottam ki, hanem beszédtechnikai gyakorlatokat végeztem. Tehát tulajdonképpen azt csináltam, amit egy hegedűs csinál, amikor minden nap megszólaltatja a hangszerét azért, hogy sem ő, se a hangszer ne pihenjen, hanem minden nap játszanak rajta. És erre jöttem rá, hogy nekem be kell mennem ebbe a szobába, és Montág Imrétől emlékezett dolgokat mondanom kell, és gyakorolnom kell a hangomat, és el kell mennem Bóta Gizihez, aki engem énekelni tanított, és eljártam hozzá, tehát hangképeztem magam, és ez körülbelül ahhoz hasonlítható, hogy valaki a hegedűn játszik állandóan, és az a hegedű nem a tokban pihen. És képzeld el, csodák csodájára, szerintem egyébként nem véletlen, hogy erre jöttek a felkérések egy-két hét múlva. Tehát egy ilyen nagy-nagy hosszú pihenő volt, nem tudom, másfél-két-három hónapja nem dolgoztam rendesen, egy-két szinkron úgy beakadt, és erre, hogy én elkezdtem nyitni ilyen módon, hogy dolgoztam, jöttek a felkérések. Tehát irigyelt helyen voltál, számomra irigyelt helyen az akkori, hangsúlyozom, az akkori Vadász Színházban. Tehát ez egy jó dolog volt, nem? Vagy pedig
És ott te voltál, elnézést kérek a hallgatóktól, meg tőled is, hogy gyabizlak. Csak a szakmában te voltál a gyab, és a becenév az mindig jelent valamit, szeretetet jelent. Igen, én nagyon jó helyzetben voltam a Madácsban, mert szerettek, és az utolsó mondjuk 17-et töltöttem ott, az már úgy telt, hogy mindig volt valami konfliktusom. Én nagyon szerettem másféle színházakat is, és azt a nem tudtam áthidalni azt a helyzetet. Hogy... Hát szigorú volt a rendszer, mondjuk ki, tehát ez nem lehetett, hogy te Madács tagja vagy, és akkor játszol egy... Szóval az, akkor nem... Föl sem merült, annyi dolgom igen, volt, igen, hogy föl sem merült, hogy elmenjek máshova. Tom Sawyer voltam a gyerekszínházban, nem tudom én, a 77-ben, de az nem számított akkor a őrületnek. Ez meg a Duka Margit féle? Nem, ez akkor... Ez utána volt 77. Mindegy, igen, nem érdekes. Mindegy, most nem tudom. Na, Nyilasi Judit. Nyilasi Judit volt, igen, de jó, hogy te tudod. És igen, akkor volt, de hát, szóval az nem számított nagy kirándulásnak. Föl sem, mert rengeteg dolgom volt. És mindez az elmeneteled, ugye ez abból adódott, hogy a feleséget kapott kint munkát, aki díszlet jelmeztelőző Családi Judit, és te mentél vele, mint háztartáson belé. Így van. De ez, és az hogy ment, Gyabi, hogy akkor ültél-e esténként, vagy ültetek, és azt mondta, hogy hát ezért itt van egy hát felfelé ívelő pálya, én ezt anyukám, én elmegyek veled inkább, és itt hagyom. Én pár hónapra mentem csak ki. Azt hittem, hogy visszajövök karácsonyra. És a színház, ez hogy van? Melyik Ádámot okozta? Én akkor, nem, ez akkor már Kerényi Imre volt az igazgató, vele 2 évet eltöltöttem, és mondtam neki, hogy én most szeretném ezt abba hagyni. És én úgy mentem el, hogy hát egyrészt a pálya nélkülem nem fog működni Magyarországon. Picit sajnáltam a pályát, és ezért úgy döntöttem, hogy csak pár hónapig leszek távol, és ezért visszajöttem, hogy visszajövök karácsonykor. Csak sajnos nagyon jól éreztem magam Kanadában, és ahogy távolodott a pályám és Magyarország és a helyzet, és nem tudom mi, egyre inkább otthonosan éreztem magam. Oda szépen befészkeltem, elkezdtem dolgozni különféle helyeken. Hát egy koreai fűszerestől kezdve, amit én... Lépcsőháztakarításig minden volt. Nagyon jól éreztem magam, ez egy civil. Tulajdonképpen elkezdte itthon pedzeni, hogy az embernek úgy kell kilépni ebből a pályáról, hogy valami töltődjön, és megismerhetett, tanultál, nem tudom, korcsolyát, amit összeolvastam, hogy szörfőzni, korcsolyát, ez mindent, amit... Gitározni és egyebek, igen. Igen, nagyon érdekes időszak volt. Nem volt benned egy lehet, hogy az én korosztályom, és én sokkal idősebb vagyok, mint te, de én például annak idején, ha 2 hét nyári szabadságon volt, akkor rémület volt bennem, hogy engem már soha többet nem hív. Meg is a színházban elfelejtik, hogy én ott voltam tag, hogy egy ilyen rémület, hogy hogyan fogok én még szerepelni. Valahogy mindig bíztam benne, hogy még néhányan emlékeznek majd rám. És amikor jöttünk visszafelé, akkor azért én felhívtam, meg leveleztem pár színházzal, egyik se válaszolt, tehát azért úgy próbáltam előkészíteni a talajt, volt bennem félsz, hogy... Egy pillanat, ez még csak átugortunk, mert én aztán azt is olvastam rólad, hogy te kint dolgoztál színházban, azt mond meg nekem, hogy az milyen volt. Tehát akkor ez a nagy mellény, hogy akkor én most csak fölmosom a lépcsőházat, meg a koreai fűszerest, reggel hajnalban kinyitom a boltot, azért valami hiányérzetetnek kellett lenni, nem? Ha te elmentél. Hát akkor... Azt mondták, hogy gyerekek, mondták Montrealban, itt van a Gyabronka, József Gyabronka, itt van Pestről. Igen, és hát rengeteg autogramot kellett osztanom a montreali utcákon, mert fölismertek. De tényleg, hát akkor csak te jelentkeztél be, nem? Persze, hát elmentem castingokra. A nyelvtudásod az már olyan szinten volt, vagy? Nem, de ott nem számít annyira, hogy ki hogy beszéli az angolt, mert rengeteg migráns van. Jó, de hát alapvetően beszéltél angolul. Persze. Igen. Persze. És akkor láttam egy olyan pillantást a hídról, ahol tényleg olasz volt. Hát, olasz emigráns volt a főszereplő. Hát igen, és valóban olaszos kiejtése volt a bácsinak, ami nagyon jól jött a darabnak. Noktában engem is így alkalmaztak a Hős és a Csokoládé katonában, az Bulgáriában játszódik, és egy bolgár szolga, akinek
Miért ne lehetne akcentusa? Persze, hát... De és ez milyen volt, hogy elmentél, és akkor ott tényleg nem tudom, fogalmunk nem volt, hogy vagy ott leadtál egy jegyzéket magadról, hogy ezért Pesten... Elmentem egy ügynökséghez, de aztán azt hiszem, hogy az nem is hívott engem, tehát nem foglalkoztatott, viszont nézegettem az újságokat, meg az utcán a hirdetéseket, és így jutottam el, tehát így jutottam két angol nyelvi munkához, két színházhoz. Egyik az Amadeus volt, amit egy ilyen úgynevezett független társulat készített, és a másik a Hős és a Csokoládékatona, ami az, tulajdonképpen az egyetlen profi angol nyelvű színház Montrealban. És mind a kettőben nagyon jó szerepet kaptam. De azt azért azt elmondtad, vagy tudták, vagy kiderült, hogy azért egy profi színész vagy. Persze, az életrajzok le kellett adni, meg hát beszélgettünk is róla, és nekem meg ez tetszett, hogy most teljesen nulláról kell kezdeni. Szóval izgalmas dolgok voltak ezek. Le kellett ülni emberrel, aki a kiejtést korrigálta, egy barátom szintén segített ebben, és hát az angolok, franciák azt mondták, hogy ez tökéletes, ők nem hallanak akcentust, az angolok hallották, hogy akcentussal beszélek. Igen, ezt mi nem is értjük meg, hogy tényleg a My Fair Lady is erről szól, hogy két sarokolod, én másképp beszélnek. Igen. És milyen volt az a színházi rendszer, vagy az a rendezői módszer, vagy nem tudom, így elnyugodtan, hogy az nagyban különbözött, engem, mert én nekem soha ilyen lehetőségem már nem is lesz, hogy az ember így megméretesen. Ne add fel, hát ha még lesz. Igen, mindig patkósírba levek, mindig előttem, nem 9 éves korában kezdett fölfelé ívelni a pályája, meg a karrierje, hogy nagyon egészen más volt, vagy pedig ugyanilyen, mint nálunk egy színházi próba, végben, bárkában? Más volt. Sokkal rövidebb próbaidő volt. Egyrészt a példányt nekünk kellett vinnünk, de ők nem adtak példányt. Tehát neked kellett emelni meg igen, a könyvben? Igen, vedd meg, és akkor kapható a könyvesboltban. Ebben az alternatív színházban, ahol az Amadeust játszottuk, ott még fizetnem is kellett, mert a jelmezek bérlésére például kellett egy alapösszeg, és akkor mindenkitől kértek. Nagyon minimális és jelképes belépő, de hát tehát ezt is élveztem. Tehát a jelmezete azért, hogy fölvehez. Igen, meg egyáltalán, hogy a meg papírt a... Meg ne. Remélem, ez most nem megy éterbe. Nem hallgatják, jó. Ne próbálnak délelőtt. Szóval, hát igen. Vagy például a kollégák fodrászolták egymást. Én bevállaltam, hogy hazaviszem a fehér neművet kimosni, ami az okniing. És mondták, hogy nem, az okniinget azt hagyjam ott, majd a jelmeztervező kimossa. És a jelmeztervező... Nem, mert ők egy ilyen loftban laktak, ami tudod, egy ipari épületnek egy, hát szóval egy ilyen lakosztályá tevése, és ő azt mondta, hogy azt a pár jelmezt hazaviszi, nem tudom, volt neki 10 jelmez, és akkor lehet, hogy téged ott megcsapott ez a... Mert amikor te visszajöttél, és majd az érdekel, amit elkezdtél már mondani, hogy Bárka, meg most is, ahol te vagy, hogy nem a kőszínházi lét vonzott téged. Tehát, hogy amikor visszajöttél, akkor nem a Madács, nem a Víg, nem a Nemzeti, nem, tehát, hogy, hanem a Bárka. Szóval, hogy az a fajta színjátszás, hogy ez egy másfajta... Nem tudom, mert nem próbáltam azt. Én szerintem, ha mondjuk most hirtelen az jutott eszembe, ha én az alternatív pályán mozogtam volna, akkor valószínűleg a kőszínház vonzott volna. Értem, mert erre voltam kíváncsi, tehát ez izgatott. És ahogy például az Udvaros Dorottya az első pályájának első 10 évében olyan szerepeket játszott, főleg ahol neki kiabálnia, szenvednie kellett, zseniálisan csinálta egyébként. Alig várta, hogy egy olyan darabot játszhasson, ahol fehér napernyővel bejön, leül a világos kerti székre, és ne adj Isten G.B. Show-t, vagy Molnár Ferencet csacsog a száján, kellemes lehelletű partnerekkel, és nem tudom. Szóval, érted, hogy van az emberben egy ilyen. Ez egy fura, most ahogy mondod, hogy eszembe jutott, megvett egy kép, hogy a televízióban, még a 4-es stúdióban, a sminkszobában ültem egyszer valami állami kabaré műsor felvételére készültünk, és mellettem ült Sinkovics Imre, akkor már 40 kiló szőrt ragasztottak rá, és volt a drága apám, mit csinálsz? Nem mondom, hogy valami szeszélyes évszakot, azt mondta, úgy unom már ezt a szokról, és elkezdte letépni magára azt a sok szakállat, hogy az ember mindig valami másra vágyik, de ez a szép benne. Igen.
Szóval akkor ez volt Montreal, akkor 2 év után, és akkor 2 év után azért azt mondtad, hogy anyukám, azért most már visszamennék Pestre színésznek, vagy... Nem, mind a ketten mind gondoltuk, jött, hogy mind jövünk vissza. Izgalmas ország volt, demokrácia volt, és rendszerváltás, és alig vártuk, hogy visszajöjjünk. Most Montrealról beszéltünk. Montrealról, és 25 évvel ezelőttről beszélünk, tehát ha demokráciát, igen. Tehát nem máról, igen. De 25 évvel ezelőtt, amikor visszajöttek, egy izgalmas helyzet volt még. Abszolút. Igen. És akkor ez hogy történt, hogy ezt is olvastam, hogy nyilatkoztat, hogy akkor Szervusz Géza, írtad X igazgatónak, nem tudom, emlékszel rám, Gyavronka József vagyok, vadász, az játszom, én szeretnék, akkor, és akkor azt mondtad, hogy nem reagáltak többet. Nem reagáltak, hát vagy nem ismerték a nevemet, vagy nem. Egyabját. Na jó, nem, most viccelek. Figyelj, utána 5 év, elmentem Győrbe. És a Korcsmáros Gyurinál dolgoztam, igen, nem tagként, hanem vendégként. És akkor megcsináltuk a Csabával, Kis Csabával ezt a De mi lett a nővel című produkciót, ami még most is megy, 25 éves, őrület? Nem. Akkor még nem, bocsánat, 20 éves. Megcsináltuk, és bemutattuk Szentendrén, tulajdonképpen a budapesti közönségnek, mert Szentendrére szinte csak budapestiek jöttek le. És akkor több embertől hallottam, hogy Gyabi, te milyen érdekesen jó színész vagy. És akkor mondtam, hogy hát jó, köszönöm. Nem sértődtem meg egyáltalán, meg hát jól is esett, de hogy nyilván engem elkönyveltek a pályán olyannak, amilyen voltam, eltöltöttem 17 évet a Madácsban, majd eltűntem 2 évre, majd visszajöttem, és még 5 évet lenyomtam Győrben, és utána itt voltam a picit jobban a szakma szeme előtt, és akkor mindenki rám csodálkozott. Most ez megint ahhoz, hogy eltűntem egy időre. Érted? Tehát, hogy biztos, hogy jót tesz, ha valakinek szerepészsége van, vagy most olvastam a Keresztes Tomiról, hogy most egy kicsit pihenni akar. Igen, igen. Itt voltam a múlt héten, igen, és elmondta, hogy azért ez egy kiváltságos helyzet, hogy úgy meg vagy a tömbeszerepekkel. Persze, hát pontosan. Hát ezt, szóval azért igen, mi szeretve vagyunk. Nem tudom, kik által ott fönn, de mi nagyon szeretve vagyunk a Tamás. De az is lehetett, hogy amikor te eltűntél, úgymond, és 2 év nagy idő, hogy volt egy szőkehelyes fiú, hát alkatilag egy olyan helyes srác voltál, és akkor egyszer csak lett egy férfi Gyabronka József. Ebben ez is benne lehetett. Nem az, hogy 2 év alatt külsőleg megférfiasodtál, hanem hogy volt egy ilyen kép rólad. Meg neked is azért ott volt a hátadon egy púp, ami nagy népszerűséget hozott, ez a bizonyos ZsebTV, vagy Móka Mikiség, vagy nem tudom én mi, ami hát baromi népszerű volt, ezt szerintem még ma is sokan azt mondják, hogy már ne haragudj, azért anyukám magát nézte a tévében. És utána elnézést kérnek. Igen. És mindig mondom, hogy ne, rendben van. Nem, ez nekem azt szokott, amikor azt mondja, hogy édesanyám magán nőtt fel, és akkor ja, igen. Nagyja még ülnőtt volna fel, legyen mamája, és aki már elmúlt 80 év, na mindegy. Az neked okozott problémát, Gyabi, vagy a pályádon, vagy megkaptad ezt rendezőtől? Picit igen, de nagyon nem zavart. Hát téged engem sem zavart soha semmi, csak őket szokta zavarni, vagy kritikusékat szokta zavarni. Hát ha valakinek én nem nőttem föl, és maradtam ez, akkor... Ja, nem most arról beszélek, nem arról elmenetel előtti időszakról beszélek. Hát most azért már nem... Nem volt ez. Én akkor nem kaptam semmi rosszat emiatt. Én a ZsebTV-t például azért hagytam abba, mert álltam a színpadon, illetve megjelentem a színpadon, és akkor hallottam K-hangokat a nézőtéren. És hát akkor tudtam, hogy... Igen. Sugdosták kedvemesek az emberek, és ekkor, szóval az, tehát a Bárdi Gyuri Gugyerák effektus jutott eszembe, hogy nem akarok Móka Miki maradni, és ennek ellenére nyilván egy csomó embernek ez maradtam, de hát aki színházba jár, az azért látja, hogy annak azért most már nyoma sincs, és az nem, sem baj, ha van. És az sem baj, ha van. Föl, nagy generáció elmúlt, már aki emlékezne. Igen.
Ez nekem, hát ugye ez nekem a, volt egy ilyen szó szerint vízválasztó volt, amikor volt nekem egy kapcsolatlan paródiám a tévében, és másnap 800 gimnazista volt a táliában, a nézőtérről mentünk be, és egy lány előöltötte magát, hogy Gyuri, így el vizet. És fölrobbant a színház, és akkor azt mondtam, hogy ha 5 percen belül nem lesz csönd, akkor abba kagydom a pályát. Uh-huh. És ezt én akkor megoldottam többek nagy bánatára, és nem hagytam abba a pályát, de tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon hülye érzés, meg egy rossz érzés volt. Ugyanakkor, hogy az ember itt ülhetek, én meg vagyok, annak köszönhetem, hogy volt a televízióban ez a fajta énem, aminek a levét aztán az ember hosszú éveken át itt is vissza a mai napig. Én azt mondom neked, hogy még majd Montrealba egy picit vissza akarok menni veled, Gyabi, de menjünk rá most a hírekre, és akkor onnan folytassuk. Gyabronka József a vendégem. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Gál Völgyi János. Vendégem Gyabronka József. Ott tartottunk még, hogy Montreal, akkor hagyjuk szerintem Montrealt, mert engem azért izgatott volna a dolog, hogy milyen volt ott kint élni és megélni úgy a napokat, hogy nincs színházam, nem kell este bemenni játszani, mert bennem még a mai napig van, ha nem játszom este, akkor 6 óra körül mondom, vajon melyik színházból most nagyképű vagyok. Ne. Felejtettem el az előadást, de nem. Szóval visszajöttél, és akkor ugye azt kérdeztem tőled, és ez érdekelt engem, amikor te visszajöttél, hogy valami olyan lettél fedezve, és nem jelentkeztél be a Kerényinél, és tényleg nem volt erre igény, hogy Gyabi, hát te itt vagy. Kerényivel beszéltem. Most arról a Kerény Imréről beszélünk, aki régen a Madárszáz igazgatója volt. Igen. Vagy ő hívott, nem, de azt hiszem ő hívott be, mert én nem mentem önként hozzá, és ő munkát ajánlott, és mondtam, hogy nem. És nem arra váltatok ti el. Nem. És mondtam, hogy nem, köszönöm szépen, én ezt most egyedül szeretném kipróbálni. És ezzel el volt intézve a dolog. Hát ez egy nagy rendes gesztus volt tőle. Egyébként egy érdekes ügy, mert találkoztam az utcán egy fiúval, aki akkor színházakat, hogy mondjam, patronált, meg szervezett, meg egyéb. És akkor így beszélgettünk mindenféléről az utcán, és azt mondta, hogy figyelj, Gyabronka, olyan ambíciód és energiád van, hogy erre egy színházat lehetne építeni. Ez volt 93 nyarán mondjuk. És, vagy őszintén, és akkor úgy magamban azt mondtam, hogy erre én nem gondoltam, de valóban, tehát hogy az, hogy 2 évet kihagytam Magyarországon, annyiféle, hát nem tudok másképp, utálom ezt a szót, hogy energia, mert már olyan mindenre használják, főleg ezek a italokra. Nem csak az italok, hanem ezek a természetgyógyászok, meg ezoterikusok, meg nem tudom, és akkor amikor hallom ezt az energiát, akkor már rosszul vagyok. De hát nem tudom, most jobb szó nem jut eszembe. Ambíció, energia, erő, nem tudom, minden volt bennem, hogy szét akartam harapni a világot, és akkor úgy magamban azt mondtam, tényleg, hát tulajdonképpen egy társulatot lehetne. Most létrejött ez a barátság, vagy munkakapcsolat a Krétakör, akkor én ezért élveztem. Igen. Ezért élveztem rettenetesen, mert ők is, hát fiatalok, nálam 15-20-30 évek. De a Schillinget ismerted már, vagy? Nem. Én őt 90-ben ismertem meg, azt hiszem Margitai Ágin keresztül. Most mondtál egy mellékmondatot, hogy ők fiatalabbak voltak 10-15 évben. Vagy 20-szal. Vagy 20-szal. És akkor az milyen érzés? Hát nagyon megtisztelő volt, hogy gondolnak rám. Egyébként én most is megtiszteltetésnek veszem, ha fiatalok gondolnak rám, és persze kellenek az idős szerepek színházban, moziba, ide-oda, de akkor is nekem az nagyon jó érzés, hogy egy fiatal azt mondja, hogy én most őrá gondolok. Igen. És ez talán attól is van, nem attól, mert ennyi éves vagyok, hanem mert valami... Talán jó vagy. Nem csak az, hanem hogy tudják, hogy valami még van bennem, ami használható, vagy használhatóbb, mint XY más színész, mert még nincs kiégve, mert még akar valamit, mert még nem tudom micsoda, tényleg nem tudom mi, de hát erre törekszem is. Tehát amikor fiatal voltam, 20 éves, néztem a Darvas Lilit, néztem a Dajka Margitot, és olyan fantasztikus példák voltak előttem, hogy kéne megöregedni. Hogy
vagy a Gobbi Hilda, érted, hogy, vagy a Major Tamás, olyan hihetetlenül gazdag emberek voltak, és aktívak voltak, tehát nem végelgyengülésben végezték a színészetet, érted, azt a szakmát, hanem valahogy tették, csinálták, gondolkodtak. Nem politikailag mondom, én ezt is rendszerfüggetlen, hanem a kor lett ilyen. Mindennyien ketten ismertük jól Márkus Lászlót. Ha élne Márkus Laci bácsi, aki most 90 lenne körülbelül, de mondjuk ne legyen 90, csak a Márkus Laci bácsi 70 éves lenne, ereje teljében, olyan, ahogy ismertük. Mit csinálna szerinted a Márkus Laci bácsi? Egy olyan színházban, ahol már emberi szó nincs, csak zenélnek, és nem tudom, mi van. A televízióban, ha nem eszel svábbogarat, vagy nem hívnak meg egy nagyon jó beszélgetés műsorba, akkor nem vagy. Mert mondtad, hogy ezek olyan életük végéig a Major, a Gobbi és a többiek, hogy tele energiát, meg volt lehetőségük. De ma mire van lehetőség? Én a Feleki Kamillal beszélgettem, amikor ő már abba hagyta a pályát. Ő korán abba hagyta, mert volt egy minimális kapcsolatunk, és én mindig nagyon örültem, ha felhívhattam őt, és ő felvette a telefont. Igen, ennek külön rituália volt. Igen, és akkor őt meghívtam ebédre, ami aztán soha nem jött létre. Mert tudtam, hogy nehezen mozdul ki. De tudtam, hogy talán szüksége van a szóra, meg talán arra az imádatra is, amit én éreztem iránta. És rettenetesen sajnáltam, hogy ez nem jött össze, de hát minden nyűgét tiszteletben tartottam. Szóval nem akartam úgy megöregedni, meg most se akarok még úgy megöregedni, mert még állítólag ennél is öregebb leszek, ha még élek egy darabig. Adja Isten, hogy így. Hogy kiserű legyek, vagy kiégett legyek. Igen. Szóval, hogy hát nem tudom, 25 éve találkoztam olyan emberekkel, kollégákkal, akik már ki voltak égve 60 évük után, és hogy hol a pálya, és arra gondoltam, hogy akkor nekem kell alkalmazkodnom, tehát hogy nekem kell valahogy nyitnom ahhoz, hogy ne éljek úgy, hogy lakom egy lakásban, és a kutya se kíváncsi rám, mert valaha színész voltam, de most nem kellek. Ja, hát ez egy olyan verzió, hogy amíg az agyad, meg a különböző testrészed engedi addig, és olyanok a körülményed addig vagy. De például én, amikor fiatal színész voltam, nem tudtam megbocsájtani Maklári Zoltánnak, aki, ha emlékszel rá, egyik napról a másikra úgy megelégelte ezt a pályát, hogy kiszállt bele, aztán még egyszer visszacsábították egy filmre a Gobbi Hildával, de abba hagyta a pályát, mert azt mondta, hogy elegedett belőle, és van olyan kollégánk, hála Istennek, a mai napig, aki 80 éve, hát a Págyel Antal, aki nem tudom, 170 éves koráig játszott, az agya rendben volt, minden rendben volt, és szükség volt rá, és ő mutatta is magát, hogy én élek, és vagyok, és létezem. Igen, nem mindenki ilyen szerencsés. Igen, most, hogy így visszaismételt, hogy jutott eszem, miért hoztam én föl az előbb Feleki Kamilt? Hát ezért, mert tudom, hogy eljött egy pont az életében, amikor úgy megsértődött egy filmrendezőre. De jöttek, ismerte Kamil kette, ismerted, én is ismertem. Nem volt nála nehéz találni egy olyan pontot, amin nem sértődött meg. Őt egy olyan sértésért, nem tudom, azt tudod-e a történetet? Mondjuk el. Ahogy ment akkor egy musical, ő játszotta az egyik főszerepét, és egyik reggel telefonált, hogy nem érzi jól magát, lemondaná az előtt, akkor Vámostánál azt mondta, semmi probléma, mert van egy fiatal főiskolás, majd eljátszom este. A Kamilka azt mondta, hogy mindegy, hogy ki játszik este, azt mondta tanár, hogy és mindegy, csak menj el az előadás. Itt volt az a pont, ahol a Kamil azt mondta, hogy akkor köszönöm, és a lábát nem és ezelőtt, vagy ez után történt vele az, amikor a Gárdos filmjében... Az Uramisten, ez után volt már, amikor vissza lett imádkozva, és amiről kivágtak nagyon sok mindent. Igen, és akkor az Eperjes kapott egy legjobb színészi alakítást, és a Kamilka nem. Igen, hát az ember össze tud gyűjteni magának sértéseket, hogyha hajlamos vagy rá. Te hajlamos vagy különben, hogy őrizgetsz magadban
Ilyenfajta szakmai sértéseket nem tudok. Tehát nem, engem nem dob, nem vág földhöz. Tehát, hogyha egy ilyen dolog történne velem, engem nem vág földhöz. Én mindenkinek tiszteletben tartom a véleményét, és a zsűrinek is. Tehát, ha ő azt mondja, hogy nem jó, vagy a másik jobb, akkor én azt mondom, hogy oké, rendben van, nem baj. Tehát, hogy... Mielőtt bejöttünk ide, mondtad, hogy te jársz castingra. Ez például adódhat abból, hogy te mondjuk Montreálban, hogy visszamegyek ide, hogy azért beszélek, hogy talán érdekelne ez a Montreál engem, de majd elő külön beszél. Szóval elmegyek házmesternek Montreálba. Szóval, hogy ott egy természetes dolog, hogy te elmész, jó napot kívánok, ezt tudom, nem tudom én mi. Tehát, hogy te filmkasztingokra jársz, színházira is jársz? Mert most már van ilyen is. Nem, de nem hívnak színházi castingra, és lehet, hogy, hát nem tudom, hát attól függ, hogy ki kérne. Tudod, attól függ, hogy ki kérne, és mire kérne. És filmügyben például neked, én láttam egy filmet, most nem akarok nagyon nagy hülyeséget lenni, vagy bűn és bűnözés, de egy angol-amerikai. Igen, az volt, ugye? Az. És azt mondtam, hogy ez a gyabi. És nem büszke voltam rád, hogy nagyon. Gondolkodom, hogy annak volt-e castingja. Azt hiszem, hogy annak is volt castingja. Rettenetes rossz film lett. Borzalmas rossz film lett. Ott az a nemes szél Amerikában 60 millió embernek gyártották. Hogy meg igen. Hogy ne kelljen elolvasni a regényt. Tehát Elizabeth és John ne kelljen már levenni a polcról, vagy a könyvtárból a könyvet. Ez a Woody Allen zanzás itt a tábor. Pontosan. Rettenetes. Viszont hát minimum 3 olyan világsztár szerepelt abban a filmben, a 3 főszerepet játszott, ez a Julie Delpy, a Patrick Dempsey és a mindig elfelejtem a nevét, aki a Porfirit játszotta, aki a Gandhi volt. A Ben Kingsley. Igen. Na most egy ilyen társaságban azért én nagyon jól éreztem magam. Tehát... De te találkoztál is, mert által fiatal kollégák szokták mondani, hogy nagy karriert tudottak be Hollywoodon, csak épp kivágták őket, és ezzel én mindig úgy olyan szomorúan derülök ezen. Vagy pedig van ez a bizonyos tényleg, hogy messziről láttad őket, vagy pedig... Nem, a Dempsey-vel voltak jeleneteim, a Ben Kingsley-vel nem. De hát a Patrick Dempsey azóta is emlegeti, hogy a gyabronkkal gyabron. Hát én hallom, itt volt nálam 3 meter. Igen, és akkor megemlített engem, hogy a élete legnagyobb élmény a gyabronkkal. De gyabi, téged most különben a film is felfedezett, ami ugye hosszú ideig azért nem volt neked, pedig szép ifjú. Még eszembe jutott tegnap este, írtam össze egy pár dolgot, amiből negyed nem kérdeztem meg, hogy a Lili című... Hogyne, abban játszottunk utoljára. Igen, hogy a film is felfedezett téged, előtte nem. Nem, csak tévéztem. A 70-es, 80-as években tévéztem. Az első film az egy Xantusz János film volt, ami mozifilm. És kivágták azt a jelenetet, amiben voltam. Mint Amerikában lettem. Igen. Illetve, bocsánat, az Égigérő fő volt az első, Palási és a Xantusz a másik. Az Égigérőt azóta is játsszák, és a Xantuszból kivágtak, és nagyon nagy szünet után tulajdonképpen az alternatív filmesektől, tehát a Pálos Gyuriékkal jöttem én vissza a filmes szakmába. Forgattunk egy filmet 20 évvel ezelőtt, az Országalmát, és majdnem megkaptam a legjobb férfi alakítást, ezt a Báron Györgytől tudom, és nem tudom már mind múlt, lényeg az, hogy a Nagy Csámpi kapta meg, akkor Gáspár Sanyi kapta meg egy nagy főszerepre, de valaki megsúgta, hogy hosszasan vitatkozott a zsűri azon egy filmszemlén, akkor még volt filmszemlén. Na most a Feleki Kamill lettél volna. Kész a püskám, és abban... Elmentek ti az anyátok, igen, ne tessék engem ilyen megalázó helyzetbe hozni. Igen, hát szóval... De ez például összefügghet, azzal mondtad, hogy a Páros Gyuléket, hogy te oda jöttél vissza az alternatívba, és hogyha például a Madár Színházra mész, vagy a Vígbe, ahova nem nagyon járnak, valljuk be őszintén. Tehát az valami, a mai napig én szerintem filmrendező sem jár, de hogy azt nem nézik, én nem tudom, hogy ez miért van. Vagy te például jársz színházba, Gyabi? Járok nem annyit, amennyit lehetne, de mivel van 3 kiskorú a környezetemben, egy lány és 2 unoka. És akkor gyerek dolgokat néztek inkább? Nem, velük vagyok. Velük vagyok sokszor. Tehát ja, hogy értem, föl, hát igen, hogy nem minden előadást nézek meg, hát
Szóval azért válogatok. De járok, nézem a kollégákat. Beszéltünk arról, hogy az ember, hogyha például állandóan tejszínhabos süteményt kap, akkor vágyódik a bélszínre, ha állandóan bélszínt teszel, akkor jó lenne valami habos sütemény. Benned most nincs egy olyan, hogy jó lenne egy olyan színház, ahol bejövök az ajtón, leülök a székre, szép ruhába, nem tudom. Szóval, hogy... Ilyen is van, képzeld el. Ilyen is van. Tehát én most bemutattuk a Krakent egy hónapja. Aminek ez... emberten nagy vízhangja, nem tudom. Hála a jó Istennek, igen. És egy egészen más meló volt, mint a következő nap a bemutató. Ez a volt május egy mozi, ha valaki így emlékszik, az Átrium. Az Átrium, igen, most színház, tudtam, ez a Megvár tér és Moszkva tér között van, nagyon közel a Megvár téri villamos megállóhoz. És ez volt a reklámhely. És a másik köszönöm, pedig ez a Rózsavölgyi szalomban hát egy Ibsen darab. A Rozmér szalom. Igen, de hát a Rózsavölgyi szalom az egyébként egy kávézó. Igen, igen. Na mindegy, ezt csak hogy... Bocsáss meg, tudod, kivel láttam a Madárskamarában a Besenyeivel? Nem. Az a Szolnesz lehetett, az... nem? Nem, egy másik szomor. Ibsen volt, de lehet, hogy ez volt, ez bocsánat. Amikor bekiabál, akkor volt ez a korszak, hogy a Besenyét le, az Ádámottól lehalkította, hogy halkabb beszél, és bekiabáltak, hogy hangosabban. Na bocsánat, igen. Nem, csak hogy például ez ilyen. Tehát a Rózsavölgyiből milyen, hogy bemegyünk, leülünk, vagy állunk. De hát a Rózsavölgyiből ott ül melletted Gizi néni. Hát ez, én nagyon szeretem, meg járok is az előadást, de hát ezért ez nem mondható igazi szel. Az igazi színházat én azt értem, amikor én beülök, és ezt szeretem a legjobban. Ülök, lemegy a fény, gyönyörű, vörös bársony függöny van, és akkor itt szép úgy fölmegy, jön egy ilyen illat, és akkor ott van egy világos rét. Hát most eltúloztam. Persze. És egy csomó embernek ez a színház, idea. Igen. De én viszont nagyon szeretem azt a színházat, ahol az, úgy szoktam mondani, az oltásunk összeér, tehát váll a vállhoz. Mert például ezt a Hamletet, amit játszottunk 10 évig, és néha még... felmerül, ez is egy shilling rendezés. Ez Elek fel is? Ezt így játszunk. Nem, ez a Ráborul a Nagy Zsoltal játszunk hárman. Jó, én most láttam a Ráborul a Nagy Zsoltal. Jó, de jó volt, jön a várom őt. Csak az a lényeg, hogy én nagyon hiszek, én úgy olyan színházban hiszek, hogy egy színész bárhol bejön, de az utcán leül, és azt körbeülik, vagy színészek bejönnek, és bárhol lehet csinálni színházat, ahol van mondani való, és fogékony embereknek van fülük, tehát van fülük a hallásra, színésznek meg van mondani valója, vagy a csapatnak, és teljesen mindegy, hogy hol van. Meg kell tanulni úgy beszélni, hogy meglegyen a színész szándéka, hogy hallják, és a néző jó esetben ezt élvezni fogja, mert valami gondolat van ott a szerző részéről, a csapat részéről, hogy aztán az piros függöny, bársony függöny, vagy kávézó, vagy hát rengeteget játszottunk olyan helyeken, lehetetlen helyeken, pajtákban, lakásokban, és nem tudom hol, ahol el nem lehet képzelni, hogy színházat, mindenhol lehet színházat csinálni. Ernelláék, Farkaséknál. Igen. Satöbbi. Tehát, hogy de hát ezzel a Hamlettel is, a Demi lett a nővel is olyan helyszínekre jutottunk el, hogy másoda be nem tenné a lábát. A Krétakörrel ugye nem volt színházunk, elképesztő helyeken játszottunk, elhagyott laktanyákban, óriási sikerrel a Szentendrei volt szovjet laktanyában előadtunk egy fekete országot, és a nézők ültek a ház előtt, mi meg fönn az erkélyeken, meg az ablakokban játszottunk. Azt az előadást, amit egyébként egy teljesen más díszletben dolgoztunk ki. Akkor ez viszont azt jelenti, hogy oda mentek, és akkor szét kell próbálni az egészet. Persze. Meg hát ott volt meló, az igazgatóság is beszállt ebbe a takarításba. Egy elhagyott épület, 20 éve elhagyott, vagy 25 éve elhagyott épületet kellett olyan állapotba hozni, hogy ott lehessen létezni. Tehát egy fóliát le kellett tenni, mert minden dzsuva volt, el tudod képzelni. Mondtad, hogy 17 évig voltál a Madár Színház tagja. Az, én még ilyen maradi vagyok, hogy jó dolog lenne, de hát már nem nagyon van tagság. De most nem vagy sehol tag, hanem szabadúszó vagy. Ez megint számomra egy borzasztó, bátor és szimpatikus vállalkozás volt, hogy ezt te fölvállaltad. Most magyar szinte, ezt nem is tudják, hogy nincsenek már olyanok, hogy X Béla, X Színház tagja, mert már nincsenek tagok.
visszük a kis számlakönyvünket, hogy jó reggelt kívánok, volt múlt hónapban 3 Hamlet, 2 Otello, és akkor így fizetnek. Tehát te se vagy tag sehol. Nem, egyelőre ez megy, tehát ez egyelőre jól megy, és ez nagy szabadság persze, és egy nagy felelősség az egzisztenciámmal kapcsolatban, mert hát akkor van munka, ha megbíznak. Próbálom magam olyan állapotban tartani, szellemileg főleg, hogy, de hát testileg is, hogy kelljek. Az mit jelent már, hogy szellemileg, mert hogy testileg föl kell szeggel és csinálsz 10 fekvőtámaszt, ezt el tudom, de szellemileg hogy kell ez ebben a kordában? Hát bizonyos memoritereket kell elővenni igazából, és akkor edzeni az agyat. Edzeni az agyat, hogy hát prózákat, verseket meg lehet tanulni. Az nem megy kárba. De hát itt nekem van 7 előadásom, és valamit nem vettem elő 20 több mint valamit, már megy 20 év, és nem vettem elő a szöveget, és az megvan. Hát én ezen túl, ugye te ezt akarom kérdezni, hogy ezen túl még, ami benne van a fejedben, neked hát nem tudom, hány előadás van a fejedben most. Hát legalább 4-5-nek kell lenni, ha nem. Mondjuk 5-6, igen. Azon túl még tornáztatod? Igen, például nyelveket is tanulok időnként, tehát hogy el kell... Francia? Francia, olasz, angol, orosz. Tehát, hogy ezek szóval mindig lehet valamit találni. Múltkor rámentem, elkezdtem, a Gárdos megbízott egy szereppel 3 éve. Gárdos Péter, bocsánat. Hajnali Láz. És azt mondta, hogy Gyabikám eljátszanál egy orvost nálam. Mondom, boldogan. Igen, de ez egy svéd orvos, aki németül beszél. Mondom, boldogan. Na, de te tudsz németül? Mondom, nem. És akkor is? Mondom, persze. Adjatok egy CD-t, és valaki mondja rá a szöveget tárgyilagosan. Nem kell színésznek lennie. Valaki, aki anyanyelvi német. És akkor rámondta valaki tárgyilagosan, én meg megtanultam a szöveget, néztem a papírt, és hallgattam a CD-t, és Stankai Ádám megnézte a filmet, és azt mondta Gárdos, hogy és ki ez a német színész, aki... Én láttam, és tudtam, hogy te vagy, és különben a film is nagyon jó volt, mert a Schruf Milánnal játszom én együtt, de nagyon nekem nem tetszett a film. Szóval, és akkor elkezdtem németül tanulni, a neten. Érted? Mert annyira fölizgatott a német, amit én soha nem tanultam meg életemben, és soha nem is kezdtem el tanulni, és mint az őrült fél éven keresztül németül tanultam. Most lehet, hogy ezt már utána kéne megbeszélni veled, de engem, meg, akkor legyen ez a reklám. Hogy érted ezt, hogy elkezdted tanulni a neten, azt hogy kell? Úgy, hogy vannak nyelvtanfolyamok, amiken bemész a nyelvtanfolyamok. Otthon ülsz magadban. Otthon ülök magamban, és nyugodtan lehet hangosan is dumálni velük, mert hogy nem párbeszédet folytatni, hanem ők tesznek fel kérdéseket, és akkor neked arra válaszolni kell, vagy írásban. De valami alapodnak kell lenni hozzá, nem? Hát németül nincs. Németül nincs. Olasz, francia, orosz, angol van. Te fiskál, mit tanultál? Ezt gondolom, orosz? Franciát. Fifikét. Igen. Én azért a német, mert mindig van bennem, hogy és akkor én nekem a főiskolai diploma vizsgám az volt, hogy Das Großvater hört rádió. És azt mondták, hogyha megmondom, hogy miért Das Großvater, akkor megkapom rá az ötöst, és meg tudtam magyarázni, és ötöst, de hát nem tudok németül, mondjuk ez egy probléma. De akkor neked van nyelvérzéket is, Rebi, mert biztos, hogy kell ilyennek. Valószínű lenni. Van, de nagyon érdekel is a dolog. Tehát, hogyha engem most megbíznának, hogy egy japán filmben játsszak el egy szerepet, akkor azt mondanám, hogy boldogan, ha van egy olyan ember, aki engem megtanítja, hogy kell kiejteni, meg mit kell ezzel csinálni, én boldogan. Évekezett megkezdett egy rendező, amerikás rendező, és azt mondta, hogy látott engem, nem tudom, és egy nagy főszerep, azt mondta, és akkor pár évre megvan oldva anyagi, hát én elájultam, de azt mondta, de angolul, és azt mondtam, uram, ott helyben. Mondtam, hogy köszönöm, ezt én soha meg nem tudom. Szőulból jöttünk visszafelé, és vásároltam a reptéren egy CD-t, és egy kompakt, nyelvkönyvet, és visszajöttünk, és egy darabig koreaiul tanultam, mert olyan izgalmas volt. És odafelé egy nagyszerű fickóval utaztam véletlenül a repülőn mellett, egymás mellett ültünk, és most nem jut eszembe a neve, egy tüneményes édespali, és nagyon tud koreaiul, és nem véletlenül oda-vissza járkál. Nem a benda? Nem.
egy csoda édespali, és akkor azt mondta, hogy ó, hát ez nagyon egyszerű a koreai nyelv, és ott a repülőgépen megtanított olvasni, illetve hát az ABC-t letette, megérkeztünk Szöulba, és egyfolytában olvastam a reklámokat és feliratokat, és a buszjáratokat, és fogalmam nem volt, hogy mit jelent, de az, Tangdauva, de tung, ja nem, Tungdauva, mondtam magamban, mert megnéztem, hogy hogy kell azt érteni, tehát annyi szóval, nem tudom, én hülye vagyok volna. Nem, maradj ilyen gyabi nagyon sokáig. Akkor nem kérdezem meg, fejezzük hogy mik a tervek. Fejezzük be koreai. Én nagyon szépen megkérek, mert olyan még azt mondnak, hogy Észak vagy Dél-Korea, mert ezért nem mindegy. Van különbség? Biztos, hogy van. Ezt a viszontlátásra Északon úgy mondják, hogy Dantatika. És a déliek úgy mondják, a Dantatika. Óriási különbség van. Nagyon szépen köszönöm, Gyabronka József volt a vendégem. Gyabi, kívánok neked minden szépet, jót, meg nagyon-nagyon sok jó szerepet, meg filmet. Köszönöm.